Jó estét kívánok! Hétfőn délelőtt a Széchenyi Középiskolába érkezett a felsőoktatási rócsó, melynek keretében Mészáros Attila alpolgármester számolt be a felsőoktatási intézmények kínálatából. A program célja nem más, mint népszerűsíteni a helyi intézményeket, hogy a fiatalok ne menjenek máshova, maradjanak városunkban. Erről lesz szó a mai esti mérlegben, tartsanak velünk! Hétfőn a felvételi előtt álló széchenyi diákok kaphattak ízelítőt a fehérvári felsőoktatási képzések kínálatából. Én úgy gondolom, hogy mind technológia, egy jövedelem szint tekintetében van lehetőség a fehérvári gazdaságban. A fiatalokat Cserpalkovics András polgármester köszöntötte, aki úgy fogalmazott, a város célja, hogy az itt élő diákok helyi felsőoktatási intézményt választanak, hiszen itt minden lehetőség adott, hogy később nyugat-európai szintű egzisztenciát teremtsenek maguknak. Szeretnénk a felsőoktatási életet évről évre erősíteni, ehhez természetesen hallgató kell, és azt mondom, hogy ennek mindenképpen a legkönnyebben és fontossági sorrendben is legfontosabb a megszólítandó rétege, közege az a fehérvári középiskolába járó fiatalok, legyen azok fehérváriak vagy vidéki fiatalok, de először őket szeretnénk megszólítani, hogy most már van miért itthon maradni a fehérvári felsőoktatásba. Nagyon-nagyon sokféle területen van nagyon komoly oktatási lehetőség, diplomaszerzési lehetőség. A duális képzésben azt gondolom, hogy Fehérvár különösen erős tud lenni, tehát mind a hosszú távú, mind a középtávú érdeke azt gondolom a fiataloknak az, hogy itthon maradhassanak. A családok számára ez komoly lehetőséget jelent, hiszen jóval olcsóbb itthon maradva ezekben a felsőoktatási képzésekben részt venni, de úgy gondoljuk, hogy ezt személyesen is érdemes elmondani, ezért minden középiskolába el fognak a kollégáink jutni, és amit nagyon fontosnak tartottunk, most is kértünk fiatalokat, akik akár a Corvinusra, akár az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki karára járnak, hogy ők maguk is mondják el a saját tapasztalataikat, hiszen azt gondolom, hogy sokkal hitelesebb, mint hogy mi mit gondolunk és mondunk ezekről a fiataloknak. Milyen állomásai lesznek egyébként, bejárják az összes iskolát? Igen, az elmúlt években ez a gyakorlat alakult ki, és úgy látom, hogy szükséges is, hiszen még tavaly is végeztünk olyan kutatást, ami azt mutatta ki, hogy vannak olyan fehérvári középiskolába járó fiatalok, akik nem tudnak ezekről a fehérvári felsőoktatási lehetőségekről, már pedig azt gondolom, hogy mind a Corvinus, mind az Óbudai Egyetem Alba Régia Műszaki Kara, mind a Kodolányi János Főiskola Jolcseng van miért itthon maradni, de akkor számíthatunk arra, hogy a fiatalok itt jelentkeznek ezekre a szakokra, ezekre az egyetemekre, főiskolákra, hogyha tudnak róluk, és ennek nagyon sokféle eljárása van, hogy útja van, hogy hogyan érjük el őket. Azt gondolom, hogy a legfontosabb az mégiscsak a személyes konzultáció lehetősége. Erre adatott meg most a lehetőség itt a Széchenyiben. Az elmúlt években azért jelentős fejlődésen ment át az összes oktatási intézmény, mondhatjuk felső oktatás tekintetében. A kampusz is kialakulóban van. Milyen további lépések lesznek a jövőben? Szeretnénk bővíteni a képzési palettát, ehhez természetesen fejlesztésekre van szükség. A kampusz területén is, hiszen ma rom jellegű épületek fognak teljesen megújulni itt a Budai úton. Itt tényleg azt gondolom, hogy az Óbudai Egyetem Alba Régia Műszaki Karának és a Corvinusnak egy nagyon szép kampusza fog kialakulni. Pályázati források ehhez az egyetemeknek már rendelkezésre állnak, és a parkosítás, a sportpályák kialakítását pedig a város vállalta magára. Tehát azt gondolom, az infrastruktúra az mindenképp egy nagyon komoly fejlődésen megy keresztül, és ugyanúgy a képzési struktúra is, hiszen nagyon sok olyan képzésben van már lehetőség Fehérváron maradni, amelyek nagyon kurensek a munkaerőpiacon, nagyon keresettek, nagyon nagy hiány van a szakképzett munkaerő tekintetében, tehát aki ezeken a képzéseken szerez diplomát, aznak nem lesz gond, nemhogy az elhelyezkedés, hanem hogy ez egy jó egzisztenciát, jó jövedelmet biztosítson a számukra. Szerintem ez ma már nyilván kulcsfontosságú kérdés, és nagyon modern 21. századi technológiával, a világ legmodernebb technológiájával lehet találkozni itt a fehérvári iparban. Tehát azt gondolom, hogy ez is mindenképpen emellett egy érv, hogy a fehérvári diákok itthon maradjanak, de tegyük hozzá, hogy nyilván azért a diák életnek is olyannak kell lennie, hiszen ez is hozzátartozik az egyetemi főiskolai évekhez, és például ezért nyitottuk meg a Petőfi Kultúrtanszéket, amelyik az első hetek tapasztalata alapján ezt a célt el is érte, hiszen olyan programok vannak, amelyek a fiatalok jönnek, jól érzik magukat, szeretik azt a környezetet, és talán azt gondolom, hogy azt is érzik, hogy ez abszolút érettük van, értük van, hogy ők itt tanuljanak Fehérváron.
A város önkormányzata hogyan tud hozzájárulni, hogy megkönnyítse a fiatalok helyzetét, akik a felsőoktatásban elhelyezkednek? Részben a háttérrendszerrel, akár a fejlesztésekhez való hozzájárulással, akár a működés finanszírozásával, többek között mondjuk a kollégiumok támogatásával, azzal is, hogy folyamatosan új képzések is nyíljanak, ne csak alap, hanem mesterszakokon is, hiszen az pedig azt jelenti, hogy valaki tovább gondolni is itt tudja majd a felsőoktatási tanulmányaikat, és hát én azt gondolom, hogy az ösztöndíj is mindenképpen egy ilyen ösztönző elem, hiszen ösztöndíjat biztosítunk az itt maradó diákok számára, ami azt gondolom, hogy szintén lehetőség, illetve próbáljuk összehozni a duális képzésben a munkáltatókat, az egyetemeket és a diákokat egymással. Szerencsére ennek nagyon jók az eredményei, jók a visszajelzések is, és én azt látom a Városházán dolgozó fiatalok, a duális képzésben dolgozó fiatalok részéről is, hogy nagyon nyitottak, és én bízom benne, hogy nagyon sokat tanulnak már az egyetemi évek alatt is, a elmélet mellé rögtön a gyakorlatot is. Három egyetemi partner van most már Székesfehérváron, ami azt gondolom egy óriási eredmény az elmúlt évekhez képest, hiszen a mi időben még ilyen lehetőségek nem voltak, tehát hogyha valaki komoly diplomát szeretett volna szerezni, akkor mindenképpen a várost el kellett hagynia. Ma már ez nincsen így, hiszen olyan komoly egyetemi partnereink vannak, ahol biztosított, hogy komoly elméleti, és nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon komoly gyakorlati tudáshoz is jutnak a fiatalok. A Székesfehérvári Felsőoktatási Intézményekről Mészáros Attila alpolgármester tartott prezentációt, aki a duális képzés jelentőségét kiemelve bemutatta a budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári kampuszának, az Óbudai Egyetem Albarégia műszaki karának és a Kodolányi János Főiskola 2018-2019-es kínálatát. Most már harmadik éve járjuk minden ősszel a székesfehérvári középiskolákat, hogy a helyi diáknak meg tudjuk mutatni azokat a továbbtanulási lehetőségeket, amelyekről azt gondoljuk, és a tapasztalat és minden eredmény azt mutatja, hogy kiváló diplomákkal rendelkező lehetőséget nyújtó intézmények vannak itt Székesfehérváron, hogy első kézből kapjanak lehetőséget a Fehérváron tanuló érettségiző fiatalok arról, hogy nem kell a közigazgatási határát a városnak elhagyni ahhoz, hogy magas szintű és gyakorlatorientált képzések tudjanak részt venni. Ezért is örülünk ennek a lehetőségnek, és köszönjük minden intézménynek, hogy ezt biztosítják számunkra, hiszen még a héten a minden intézménybe jutunk. A roadshow keretében kiderült, hogy az Óbudai Egyetem Albarégia műszaki karának alapképzései között helyet kap a gépészmérnök, villamosmérnök, mérnök informatikus, műszaki menedzser, valamint a földmérő és földrendező szak is. Ez utóbbi szak esetében újdonság, hogy már angol nyelven is indul. Valamennyi szak duális formában is elvégezhető. Az Albarégia műszaki karon a következő tanévben mintegy 120 duális hely áll rendelkezésre a hallgatóknak 22 cégnél. A Corvinuson a következő tanévben az alapszakok között szerepel a gazdálkodási és menedzsment, a pénzügy és számvitel, a turizmus vendéglátás, illetve a gazdaságinformatikus szak is. Ez utóbbi csak levelező formájában. A Corvinus Egyetem Székesfehérvári kampusza csaknem 40 duális képzési helyet kínál. A Kodolányi János Főiskola alapképzései között a jazz előadó művészet, az emberi erőforrások, a gazdálkodás és menedzsment, a közösségszervezés, a szociális munka és a turizmus vendéglátás szerepel. Mészáros Attila a duális képzés előnyeit kiemelve elmondta, hogy a résztvevő hallgató a fizetését azokban a hónapokban is megkapja, amikor az egyetemi képzésben van. Egy jól tanuló és jól dolgozó fiatal átlagban több mint 100 000 forintot kap kézhez. Ha 4,5-es átlag felett tanul valaki, duális képzés keretében dolgozik, és minden helyi és országos lehetőséget megpályáz, akkor a legjobb esetben akár nettó 379 000 forintot is hazavihet havonta. Valaki mindennek megfelel és maximum pontokat és a maximum összeget tudja elhozni, akkor valóban ennyi összejöhet havonta egy duális képzésben résztvevő hallgatónak, de alapvetően a duális hallgatóknak a minimum, amit készítenek kapniuk, az a havi 82 000 forint. Ennél egyébként a cégek pozitív irányba el szoktak térni. És hogyha egy átlagos tanulmányi eredménnyel nézzük az intézményi ösztöndíjakat, akkor ez egy havi 100-120 000 forint, ami mindenképpen a kezükbe kerül a fiataloknak, ami azt gondolom egy nagyon komoly a versenyelőny a többi képzéssel szemben. Úgyhogy mi buzdítunk mindenkit arra, hogy gondolkodjanak ezeken a duális lehetőségeken, hiszen csak nem 200 duális hely áll rendelkezésre itt Székesfehérváron a következő tanévben is a különböző szakokon, és a tapasztalatok is azt mutatják, hogy azok, akik éltek ezzel a lehetőséggel, ők nagyon örülnek, és ki is használják ezt. Én a polgármesteri hivatalban vagyok
szakmai gyakorlaton, és már ez alatt az egy hónap alatt volt, amit újat tanultam, és tényleg alátámasztatom azt, hogy amit az iskolában tanulunk, az nem egyezik meg azzal, amit egy cégnél alkalmazni kell. Ugyanazzal a tudással fogod átlátni azt, amit teszel, de az ugye kevés, amit az iskolában tényleg tanulhatsz. A programon egyetemista hallgatók is beszámoltak személyes tapasztalataikról, ezzel is buzdítva a fiatalokat a duális képzés és a helyben maradás választására. Sis István Lilla nagyon örül a duális képzés adta lehetőségnek. A duális képzés miatt választottam ezt az iskolát teljes mértékben. Úgy gondolom, hogy ezzel nagyon nagy előnyre tehetek szert a munkaerőpiacon, hogyha már 3,5 év tapasztalattal jöhetek ki úgy egy egyetemről, hogy már szakmai tapasztalattal rendelkezem. Ez volt a fő oka, miért én ezt az iskolát választottam. És hát ugye nyilván a gazdálkodás és menedzsment szak, és ugye azt tudjuk, hogy a Corvinus eléggé élen jár a gazdálkodástudomány és a társadalomtudomány terén, úgyhogy úgy gondolom, hogy a diplomám ezzel tényleg egy teljes értékű diploma lehet. Vannak már elképzeléseid, hogy hova fogsz elhelyezkedni? Hát ugye én duális képzésen a polgármesteri hivatalban vagyok, úgyhogy remélem jól teljesítek, akkor majd a jövőben talán ott maradhatok, úgyhogy én nagyon szívesen vennék részt ott az életben, az ottani életben. Nekem nagyon szimpatikus volt, nagyon befogadóak a munkatársaim, és nagyon kedvesek, mindenben segítenek tényleg, hogy az tudást a magamévá tehessem, úgyhogy én ott szeretnék a későbbiekben dolgozni. Eddig a rövid tapasztalataid alapján mennyire nehéz egyébként az egyetem? Hát megmondom őszintén, a matek egy kicsit nehéz. Tehát, hogy én inkább angol és gazdaságtan fele mozdultam még, amikor az érettségiről volt szó, és ugye itt elég erős a matek, de teljesíthető. Én úgy gondolom, hogy minden segítséget megadnak ahhoz, hogy ebben sikeresek legyünk, úgyhogy hát még zihám ugyan nem volt, de vagy vizsgám, de én úgy gondolom, hogy addig fel tudok készülni belőle biztosan. A roadshow a héten minden középiskolai intézménybe eljut, október 16-án pedig a leendő egyetemisták, főiskolások egy felsőoktatási expo keretében ismerkedhetnek a különböző intézményekkel az Alba Régia sportcsarnokban. Ezen a napon képviselik magukat a város felsőoktatási intézményei, de megjelennek majd azok a vállalati partnerek is, amelyek gyakorlati helyet biztosítanak a diákoknak a duális képzésben. Az expón az érdeklődők első kézből kaphatnak információkat a duális képzésről, annak lehetőségeiről, és választ kaphatnak kérdéseikre. Ez volt már az Esti Mérleg, köszönöm, hogy velünk tartottak. További szép estét kívánok, viszontlátásra!